Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, -e. jöjjenek egy -e gamer hírek a hétre, vagyis hát néhány szegmens a gamer híreknek, mert az elég nehéz lefedni mindazt, ami történik manapság a gamer világban, az az igazság, egy nap leforgás alatt annyi hír van, hogy kijönne egy évre. Na, de jöjjön egy-két dolog, amit én úgy érdekesnek vélek, és remélem számotokra is érdekes lesz, és az első és egyik leglényegesebb dolog végre megjelent a Prey második része, vagy inkább csak a rebootolt része? Hát nem is tudom, hogy mondjam. Ki ismeri a Prey-t? Ez lenne a kérdésem. A Prey egy régebbi játék, ami valamilyen szinten egy új és érdekes nézőpontot adott a shooter világoknak, illetve nem a shooter világnak magának adott egy érdekes nézőpontot, hanem a történetvezetés, illetve a lehetőségek, amelyekkel a játék rendelkezett akkor a régi Prey, mégpedig az, hogy egy ilyen multiverzumban lehetett mászkálni, és időkapuk, méretcsökkentés, és az akkori világban a Prey mondhatni egy olyan lehetőséget hozott el a lineáris shooterek világába, ami egy kicsit felfrissítette magát ezt a kategóriát, hogy shooterek. És ezért így a, a, a gémerek azt kell mondjam, hogy így, így, szeretve fogadták, és a mostani világban ugyanaz a Prey, ami a régebbi változat, az első lett volna, a mostani világban azt mondanám, hogy igen, egy hangú, és mondhatni, hogy némileg unalmas is lehetne. Na de ám mégis hogy a nagy sikerre való tekintettel bejelentették valamikor jó pár éve, kettőve három éve a Prey második részét, ami, ami aki, aki, emlékszik a trélerekre, a régi trélerekre, nem az volt, amit most kaptunk a játékban, hanem egy ilyen tényleg űrcifi, teljesen újra gondolt történet volt, egy űrcifi lett volna, ahol te egy fejvadász játszol, és rossz kellett volna levadászod, némi RPG ö, ö, stílussal megfűszerezve, és egy shooter, és nagyon jónak látszott, gyönyörű grafikával. A probléma ott volt, hogy teljes projektet lezárták, és úgy, ahogy volt, kukába dobták, pedig nagyon jól indult az egész, és helyette ugye elkészült néhány évvel, miután egy jogokat cseréltek itt a játék, jogokra ugrált ide vagy oda, és leginkább most végül ugye a bethesda átkerült, és megalkották ezt a prét, ami mondhatni némileg jobban tükrözi az első résznek a vonásait, ám mégis azt mondhatnám, hogy a system soknak, az akkori system soknak egy kicsit a a, a felemelkedését próbálja ö, elhozni. Na most, aki nem játszott a sokkal soha, annak azt mondanám, hogy hajaz nagyon hajaz a Dissunnerd-re, nem is csodálom, hogy ez a csapat, tehát nagyon hajaz a Dissunnerd-re, és annak univerzumába csak a jövőben játszódik, és az űrben. Ufúfaj, megtámadja az embereket, neked ki kell törnöd, le kell győznöd, le kell zúznod. Az érdekessége az egésznek tényleg, hogy egy ilyen kis utópisztikus, nagyon ilyen, valahol egy kicsit ilyen cyberpunkos stílusban csinálva meg az egész játék. Aki valami különlegességre vágyik, ebből a szempontból a Prey, érdemes neki fogni, érdemes adni neki egy esélyt. Game, uh, gameplay szempontjából állítólag nagyon szépen fut, senkinek semmi problémája vele nagyjából, de azért rögtön az első nap kapott egy másfél gigás patchet. <laughs> Nos, következő hír, ami amiről szeretnék beszélni, az ez az, hogy nem tudom kifigyelni manapság a youtube al kapcsolatos híreket, nem konkrétan gamer szempontban, hanem az, hogy a, hogy a YouTube mennyire bajban van, a, a pénz kifizetés szempontjából nem abból hogy nem fizet, hanem inkább abból, hogy maguk a hirdetők uh, valamilyen szinten a YouTube ellen fordultak, és azt mondják, hogyha az ők nem támogatják a YouTube-on a reklámaikat, hogyha azok nem jelennek meg, emberbarát videók alatt, tehát mondjuk, hogyha a te videót, mint YouTube-os tartalmaz valamilyen erőszakos képsort, esetleg a címe olyan, esetleg valak túl sokan diszlájkolják, esetleg, tehát bármi, valamiért, a YouTube megjelölni ezt a videót, leveszi róla a pénzkeresési lehetőséget, és ö, reklámokat se fog mutatni. Magyarul egy-két nagyobb YouTuber, például ez nagyon-nagyon megüti pénzügyileg, szóval azt, akinek például ez a munkája, és ha nagyobb youtuber vagy nagyobb alatt azt értem milliós feliratkozósok esetleg, ha kisebb youtuber vagy kisebb alatt azt értem, hogy 10.000-től 10 400-500 ezerig, az igen-igen megvághat, hogy őszinte legyek. Ebből a szempontból, és rengeteg videó veszíti el emiatt valahogy a pénzkeresési lehetőségüket, mivel hogy a YouTube megjelölne videókat valamilyen erőszakos vagy nyelvezeti problémák miatt. Na most, gamer szempontból figyelve ezt a dolgot, a Call of Duty World War 2 és másik világháborús Call of Duty, ami most fog kijönni, Uh, minden videó úgy néz ki, amit feltöltesz a YouTube-ba és belerakod ezt a címbe, hogy Call of Duty vv 2 és World War 2, ami ugye erőszakos képsorokat tartalmazhat, az a YouTube automatizált rendszeren rögtön megjelöli azt a videót és uh, gyakorlatilag azon videó alatt nem fogsz uh, semmilyen pénzt keresni. Konkrétan ez, ez megtörtént velem is, uh, mikor feltöltöttem az első Call of Duty WW2-es címele ellátott videót, uh, gyakorlatilag vagy a mostani beszámolót az eseményekről, ami a Call of Duty körül leng. Uh, tehát gyakorlatilag nekem azok a videók nem hoznak semmilyen bevételt, nem mint hogyha óriási bevételt hoznának, de nem hoznak semmilyen bevételt. Nos, ez, ez egy érdekes dolog lesz a youtuberek számára. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan reagálja le. A youtube azt válaszolta, hogy um, tudják, hogy ez fennáll, és próbálnak rajta változtatni valamit, de kíváncsi vagyok, hogy mennyire fogja ez befolyásolni, ha nem változik ez novemberig. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire fogja ez befolyásolni a youtubereknek a műsor koncepcióját Call of Duty-val kapcsolatban, főleg azokét, akik Frankon Call of Duty-val foglalkoznak. Többek között én is lehet, hogy belenézek ebbe az új kódba, meglátjuk, meglátjuk, azért nem hype túl magam, meglátjuk, és kíváncsi vagyok, hogy hogy lesz ez megoldva. Tulajdonképpen szerintem nem lesz nagy, nagyobb különösebb gond, de minden esetre egy érdekesség, azt kell mondjam, ami pedig a Youtube-ot a rajta való pénzkeresési lehetőséget azt hiszem, hogy egy um, kicsit már így elavult modell, azt hiszem, aki youtube ba vág, és mitől megnövekszik a, a feliratkozó száma jobban, az jobban jár az, hogy egy támogatói rendszert indít el, és um, esetleg megkérje a rajongóit, vagy esetleg támogatókat talál arra, hogy um, a műsorát folytassák. Nos, srácok, mi van itt még? Jó ja. Igen, hát nem tudom, ki tudja, ki nem tudja, de ugye az Amazon már egy jó ideje felvásárolta, felvásárolta a Twitch-et, ezáltal egyrészt a Twitch mögé egy olyan pénzforrás került, ami lehetővé teszi a szolgáltatás nagyobb és jobb növekedését. Másrészt ugye egy hatalmas konkurens lépett be a játékvilágba, az amúgy is nagyon értékes cég, azt hiszem egy olyan szintre emelte az értékét, mert manapság, aki be tud törni a játékvilágba bármilyen szinten, az elég nagy előre tud szertenni gazdasági szempontból, és az Amazon részéről felvásárolni a Twitch-et, az egy ö, okos lépés volt, mondhatni így. Nos, ö, ami pedig még illeti az amazonti gamer hírek szempontjából, három játékot jelentettek be fejlesztés, ö, fejlesztés alatt, alá, ö, az az igazság, és az egyik, ö, lehet, hogy mindegy, hogy melyik, mindegyik, a lényeg ebben az egészben, hogy három játék olyan a-A-A kategóriás játék lesz, ami mögött hatalmas pénzmennyiség áll. Magyarul minden lehetőségük megvan arra, hogy egy normális játékot tegyenek le asztalra. Lesz egy Battle royale -szerű játék, lesz egy RPG-szerű játék, a harmadikra már annyira nem emlékszem, aki tudja, az írja le. Um, és minden esetre kíváncsi vagyok, hogy ti véleményetekre egy ilyen új játékos tűnhet fel esetleg az utcán, és nagyobb kompetitivitást adhat az i és Activision Ubisoft által uralt piacon, mondhatni így. Nos, meglátjuk majd, hogy lesz. A következő dolog, amiről szeretnék beszélni, valószínűleg, srácok, lesz Far Cry 5, visszamegyünk a szigetre, ahol Vász, tudjátok, az őrült kis csávó volt. Úgy néz ki, hogy november 27-e környékére jelenne meg ez az új Far Cry 5. Lehet, hogy lesznek benne dinók is, de ez ilyen teljesen plegyka szinten, tehát egyre úgy néz ki, hogy lesz Far Cry 5. Őszinte leszek, mivel ugye az 5 a 3-nak lesz a folytatása, elméletileg. A 3 az a Far Cry volt, ami türelemmel ki tudtam játszani az egészet. A 2, nagyon jó koncepciónak tűnt, nagyon tetszett, csak egy kicsit unalmassá vált uh, a játék. Uh, a hármat viszont a három viszont nagyon jó volt, a multi -a is jó volt, a single is jó volt, és szívesen látnék egy sztorit uh, ugyanebből az ötödikben. Meglátjuk viszont a november 27-én megjelenés, hát azt nem mondanám túlzottan optimistának, mivel akkoriban jelenik meg a, esetleg a Star Wars Battlefront, Call of Duty harmadikán mindenképp, úgyhogy kicsit maceral lesz. Nos, Nagyjából ennyi lett volna srácok, most arra a hírek, remélem, hogy valami feszítőt hallottatok, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, a következő videóik sziasztok!